törvényi kötelezettség, hogy május 31. napjáig minden önkormányzata tulajdonában álló cégek beszámolóit és üzleti terveit kell tárgyalnia, elfogadnia azokat. A megszokottnál így sokkal több napirendi pontot tárgyaltak a képviselők Bonyhádon. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere arra kért és kapott felhatalmazást, hogy ezen cégek taggyűlésein érvényesíthesse az önkormányzat, mint tulajdonos szavazati jogát. Ezen kívül elfogadásra került a zárszámadásról szóló rendelet, melyben 2021-et illetően igen komoly eredményt könyvelhet el az önkormányzat. A zárszámadás az a rendelete gyakorlatilag az önkormányzatoknak, ahol minden szám az elmúlt év gazdálkodásáról a helyére kerül, és örömmel számolhatok be arról, hogy a 2021-es év annak ellenére, hogy még veszélyhelyzetben és körülbelül fél évig a járványhelyzet is alapvetően befolyásolta és meghatározta a működésünket, mind az önkormányzatét, mind a hivatalét, illetve az önkormányzat intézményeit, hiszen ha csak arra gondolunk, hogy a köznevelési intézmények zárva voltak az elmúlt év közepéig, akkor talán még nagyobb örömre ad okot, hogy egyrészt nagyon magas iparűzési adó bevétele volt a városnak, gyakorlatilag soha nem látott mértékű, 671 millió forintot is meghaladta az az összeg, amely befolyt a város kasszájába, és ez azért nagyon jelentős, mert egy önkormányzatnak alapvetően ez a legnagyobb és legjelentősebb bevételi forrása. Ezekből lehet mindenféle közjóléti dologra fordítani a város költségvetéséből, amit a lakosság közösen tud használni, utak, járdák felújítására is sorolhatnám hosszasan, ezért erre nagyon örültünk ennek a ténynek. Kicsit félve terveztünk, és azt meghaladóan is érkeztek be ezek az összegek. Bonyhád város polgármestere hozzátette, sokan vélekedtek úgy, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a kormány elvett a településektől bevételi forrást azzal, hogy csökkentette az iparűzési adó mértékét. Filóné Ferenc Ibolya más megközelítésből tekint az intézkedésre. Én ezt úgy pontosítanám, hogy a kormány támogatta a kis és közepes vállalkozásokat, hiszen a kötelezettségüknek a 2%-os adó megfizetéséről csak 1%-ra csökkentette ezt az összeget, ezt a mértéket, és azt a hiányzó 1%-ot maradéktalanul kompenzálta a 25 ezer lakosnál kisebb települések számára, így Bonyhád város önkormányzat számára is. Ilyen tételben 120 millió forint folyt be a város kasszába, ezért ez a bevétel, illetve az a gazdálkodás, amelyet folytattunk az elmúlt évben, és amit már hosszú évek óta tudatosan véghez viszünk, tette lehetővé azt, hogy az év végét olyan kötelezettségek nélküli maradvánnyal zárhattuk, ami még szintén soha nem látott mértékű volt a városban, az önkormányzat életében meghaladta a 421 millió forintot, és ez azért nagyon fontos, mert ezzel az összeggel meg tudtuk alapozni az idei év működését. A Ficánka óvoda is lehetőséget kapott a bővítésre. Itt eddig 4,5 csoport működött, most ezentúl szeptembertől 5 csoportban tudnak dolgozni az óvonők. Ez alapvetően a szülői kéréseknek, igényeknek a kielégítésére szolgál. Örömmel teljesítettük, hiszen azt jelenti, hogy nő az óvodai csoportokban a gyermekek létszáma, és bízom abban, hogy találunk is olyan óvonőt, aki majd ebben a csoportban plusz egy főként a fél csoportot egészé téve, hiszen minden óvodai csoport két óvonőt és egy dajkát feltételez, meg tudja kezdeni a munkáját 2022. szeptemberében a következő nevelési évben. A város cégei között egy leginkább vitatott és sokszor tárgyalt vállalkozás ismét napirendre került, de ezúttal ez a szervezet is pozitív mérleg miatt vált fontossá. Valóban a Vipen Kft-ről hosszasan lehetne beszélni, hiszen ebben a képviselőtestületben, vagy azt megelőző testületekben is nagyon sokszor napirendi pont volt ennek a cégnek a működése. Egy nem mindennapi konstrukcióban kezdte meg a működését, projektfejlesztéssel, csarnoképítéssel ez a cég, akkor még több tulajdonossal. Mára elértük azt, ami a szindikátusi szerződésben, ami megalapozta ennek a cégnek a működését. Gyakorlatilag mindent végrehajtottunk, és ennek eredményeként az a hitel, amely felvételre került a csarnok építéskor, az már idő előtt, hiszen 2024. decemberében járt volna le ez a hiteltörlesztés, már több mint egy éve befejezésre került. Azok a béleti díjak, amelyek bevételként jönnek a Vipen Kft-be, azok maradéktalanul teljesülnek hónapról hónapra, tehát rendszeres bevétele van ennek a cégnek, és mára már szintén a szindikátusi szerződés értelmében két tulajdonosa van csak ennek a cégnek, a Bonikom Kft. És az önkormányzat, úgyhogy mondhatjuk, hogy gyakorlatilag a Bonyhád város önkormányzat a tulajdonosa ennek a cégnek, és igen, első év volt az, amikor ilyen magas mérlegfőszeggel 47 millió forint eredménnyel zárt a cég, úgyhogy erre büszkék vagyunk, bízunk benne, hogy
nagyon sokáig még segíti az a város működését, hiszen most is tárgyaltunk egy olyan napirendi pontot, amely szintén ezzel a céggel az üzleti terv, illetve a beszámoló elfogadásán kívül számítunk rájuk, az ipari park fejlesztésről is döntöttünk. Egy Ipari Park 3 címen egy újabb projekten dolgozunk, ahol már a tervezéseket szeretnénk megkezdeni, és arról döntött a képviselőtestület, hogy a tervek megrendelését a Vipen Kft. Fogja megtenni, hiszen konzorciumban szeretnénk velük együtt pályázni. Számos előnye van annak, hogyha az önkormányzat nem önmagában pályázik majd erre a beruházásra, hanem a saját cégével közösen, gondolok itt akár egy áfa visszaigénylésre, vagy arra a rugalmasságra, amely egy önkormányzatnál nem feltétlenül van meg. De semmilyen problémát nem okoz, inkább csak előnye van ennek, úgyhogy ennek is örültem, hogy szintén egy hangulat fogadta el a képviselőtestület.